Bár kislányként inkább az autókkal játszott, nem szerette, ha anyukája megmosta a haját és felkontyolta. Ma mégis a hajlakkal foglalkozik. Igazából hajakkal én szerettem foglalkozni, úgy anyának csináltam mindig a haját, és így az álmomat megvalósítottam. És hogy indult ez az állam megvalósítása? Hol ö, végzett? A nyolcadik után elmentem Debrecenbe a Diószegébe tanulni, és a Hecserben voltam gyakorlaton, immár nyolc éve lesz áprilisban. Ott úgy volt, hogy A meg B7 volt az iskolában, és akkor a b 7 volt a gyakorlati időnk, amit a fodrászatban végeztünk, és hétfőn és szerdán volt az intenzív gyakorlat, amikor modelleken tudtunk dolgozni. A babán könnyebb dolgozni, mert ő mindig ráér, nem beteg, és akár fél órára abba is lehet hagyni a fonást, ha jön egy vendég. Mindenképpen a babát mondanám, igazából azért is, mert ő mindig ráér, nem beteg, nem kell menni vécére, mosdóba, Hát és ennyi. De tényleg szerintem ő sokkal jobb a babán dolgozni. És tényleg, hogyha jön egy vendég, akkor arra rakom a babát, és dolgozok a vendégen, majd mikor áll mondjuk a festés, vagy elmegy, akkor meg folytatom a a fejemen a munkámat. A mennyasszonyok megijednek a kontyoktól, pedig egy fonás nagyon feldobja, állítja Berni, aki elmondta, a fodrász szakma bizalmi állás. Modellen még most volt Dóri az első, mert még nem kértek ilyen hajakat. Nagyon szeretném egyébként, hogy az idei évben kérjenek ilyen hajakat, de még nem jött el az idő. Általában a mennyasszonyok megijednek a kontyoktól, mert Úgymond azt szokták mondani, hogy asszonyos kony, pedig nem, mert ö, tényleg egy fonás nagyon feldobja szerintem. De most, ö, akik bejelentkeztek idei évbe, általában leengedett hajuk lesz. Egyedül a Dóri lesz, akinek kony lesz, még így. A Vegas-i verseny munkáiról fotók és videók segítségével döntött a zsűri. Én azt vallom, hogy szerintem ez sokkal könnyebb, mert amit beszéltünk is az előbb, hogy a baba fejet azt bármikor elővehetem, és nem feltétlenül muszáj ugye emberi hagyon csinálni, és volt időm elkészíteni. Egyébként ez 3-4 óra hosszát vesz igénybe, hogyha intenzíven foglalkozok ezzel a baba fejjel, és el kellett küldeni a képeket, videót, minden három kategóriában első helyet értem el. Az első az a kaszinó hajstílus volt. Ugye Las Vegasban nagyon sűrű az, hogy elmennek a kaszinóban, mert arról híres, és ott igazából elmennek szép ruhába, megcsinálva a hajukat, és erre nagyon készültünk. Volt egy esküvői hajstílus, ami virággal volt berakva, meg volt egy hosszú haj, és az meg egy esküvői haj kontyot kellett készíteni. Én teljes mértékig meg voltam győződve arról, vagyis nem hittem magamban, hogy ezt még hogyha nem is csak első hely, még harmadik hely sem, mindig úgy fogtam fel, úgy indultam el, hogy ha csak egy oklevelet ki tudok rakni, az is tök jó. A következő megmérettetés márciusban lesz Dubájban. Már arra is készülök tanárommal. Árulta el Pap Bernadett, aki a fotó kedvéért barátnőjének, Tüdős Dórának elkészítette az egyik versenykontyot kisé dolgozva idén lesz az esküvőm, így ebből kifolyólag talán ezt egy próbának is felfoghatjuk az esküvői frizurák részére, hogy melyik lesz a legmegnyerőbb, melyik lesz a sikeres. Mindig, hogyha valami olyan volt, akkor próbáljuk ki, csináljuk meg, természetesen álltam rendelkezésre, mert hát nem csak a fodrászom, hanem egyben a barátnőm is, így, így tudok neki segíteni, hogy a, amit megtanul, azt tudja próbálni is és gyakorolni.